Kedves fiatal nézőink, mától mintegy 160 alkalommal péntekenként egy izgalmas űrutazás részesei lehetnek. Ahogy a szerző írja, az űrgammák egy új fogalom, azt jelenti nem kimaradni a csodából, élni a mesében, utazni a végtelenben, minden kalanddal gazdagabbá válni, és közben egy kicsit tanulni is. Tehát indul az űrgammák nem sokára a reklám után. Ezt a játékot nem lehet végig játszani. Mindig haver, rájövünk a trükkére. Ha győzzük Zsozsóval, az a francos Xenia még a gatyát is lámozza róla. Vigyázz hátul! Váó, simán kinyippanok az első tartomány határán. Nem is láttam. Annyi. Ez a menet minden esetre megint az enyém. Mászdista. A tudás, haver. A tudás. De azért a te vezérről is bekapott egy torpedot. Akarsz még egy visszavágót? Teljes leégés. Persze. Már megint elhottogoltad a stexedet. Pedig az mire való? Xeniára. Na, vágj föl. Legalább ennyivel járulj hozzá a következő vereséget. Piszok zsaroló. Bátyád? Szabolcs. Miért van más bátyád is? Ha. Majd jön, ahogy szokott. Ahogy szokott? Miért nem képes ez legalább egyszer összeszedni magát? Ha elpackázom miatt az alkalmat, hát én megölöm. Add csak, majd én felaprózom. Elég lesz. Köszi. Tűzszerpa. Érdekes játék, élvezitek mi? Egyelőre kifog rajtunk. Főleg rajta nyugszottál. Bírom az éjtséget, na de most kapsz a szemed közé. Na ebből. Még egy csomó mindent elő kell készíteni. Mit mondtál, menj a rekordot? Igazad lesz, öregem. Ezt a játékot lehetetlen végig játszani. Na, csak ne dumáld el a vereséget. Győz, Nációzó! 77 kiló, 6 deka. Ez ám a valami. Folytassátok! Hát folytassátok! A néni a cég fizeti, hogy krenkoljon itt minket? Nem, néni, Polla. Polla vagyok.
Te is használod? Hagyd most a vitakirdel. Hol van, de az egészség se kutya. Én már 2 éve iszom naponta 1 tablettát, és azóta nem voltam látás. Miből gondolod, hogy ma sikerülni fog? Muszáj neki. Már mindent tudok róla. Minden éjjel pontban 3-kor ül a gépéhez. Minden éjjel pontban 3-kor. Neked gőzöd sincs arról, mit jelent Singapore Joe-val kapcsolatba lépni. Akarsz röhögni? Tényleg nincs. Ebben az országban még soha senkinek nem sikerült. És akkor most hajnali 3-ig itt akarsz dekkolni, mi? Figyelj, kislányom. 7 óra az időeltolódás. Amikor Singapurban éjjel 3 van, akkor mi még csak este 8-nál tartunk. Na már, ha jól számoltál. Na jó, szakadjunk Exéniától. Én nem értem, száguldanak, lőnek, robbannak, hogy mi értelme ennek az egésznek. Kopognak. Letörne a kezet, ha kinyitnád? Na végre. Sziasztok. Te vagy. Nála újabban ez a köszönés. Te vagy. Szabolcsot várja, őrültem. Eddig én is őt vártam, de elegem volt. Neki mire kell? Nélküle nem tud a Singapore Joe-val szövegelni. Az meg kicsoda. Singapore polgármestere. Az ottani metodista egyház püspöke. A szingapúri gyephoki csapat kapusa. Na meg persze a Dalai Láma is. Másodállásban. Az a megszállott pali Szingapúrban, tudod, akivel már többször is majdnem sikerült domálnia. Csak hát a légköri viszonyok. Ja, persze. Alacsonyan repültek a lámák. A Nini nyilván Mitch Hüdak szédi a programról. Nem, néni Polla. Az úgy volt, hogy 2 szomszédos bolygó a text. A gép értelmesebben elmondaná. A Gamma csillagrendszer 2 szomszédos bolygója, a Texta és a Színex lakói évezredekig békességben éltek egymás mellett, de bolygóik nyersanyag készletei kiapadtak, és a szennyeződés is elviselhetetlen méreteket öltött. Gyengeségüket kihasználva betörtek és megtámadták őket a Drakófok, az űrfantasai. Ettől kezdve örökös harc, folyamatos pusztulás lett a 2 nép sorsa. És amikor megtudták, hogy a Drakófok döntő támadásra készülnek, a 2 bolygó véneinek parancsára 6-6 űrhajót indítottak el. Fedélzetükön, egy mindennek ellenálló burokban, a 2 nép eredetét és összetartozását jelképező szent erekékkel. Úti céljuk pedig csak egy lehetett. Xenia, a mérhetetlen úrnője. Egyedül az ő birodalmában van esély a 2 nép fennmaradására. Ám a Drakófok hatalmas űrerődje üldözőbe vette a menekülőket, akik közben a tejút rendszerbe tévedtek. Otthon azt mondják, hogy már 1 órája elment, és csak ide jöhetett. Ide? Te, ha miatta elszalasztom a Joe-t, hát én megölöm. Tulajdonképpen te miért is várod Szabolcsot? Elvitte megbütykölni az adókábelemet, mert szakadás volt benne. És anélkül én talán hallom a Joe-t, de ő innen egy szót se. Pompás, akkor legalább hallgathatunk egy kis normális zenét. Most vigyázzat, jön! Hát jön, igen! Ilyestél, minden hajódat kilőtték. Hoppácska, sikerült katapultálnom. Mert az ügyet, hogy én végzek szerintem. Vigyázz, a nyakodon egy Drakófó! A francba, ezt szokta megadni a kegyelemdöpést. Te helyette becsusszonni a Dex hajóba. Én? A Dex hajóba? De ilyen baromság is csak egy kibicnek jutott az eszébe. Nem kibic, Holla. Már bocs. Megpróbálnám a helyet. Azon nem újjék. Gimbir, Gimbir, köszöntjük az első tartomány határa. Thank you.
Igen? Kildia? Anda hol! Szavu a stalaba dub! Vintag, perdékszél? Hát, illet hülesztetni! Szerűleg lett a hol! Szerindó bek! Én pered kendi bek! Pedri bizony! Eftalikus! Üle ide! Ez meg maga nem tudja. Az úrma őre és gondozója. Ez az, ott van, fogja! 3, 2, 1! Most! Na látja, megy ez. Maga beszélt korábban is ezen a nyelven? Nem, soha. Van egy közös nyelvünk, amelyet ezelőtt egyikünk sem beszélt. És nem ez az egyetlen furcsaság, amit azóta érzek, mióta a hajóján vagyok. Például csak egy éles villanás, egy fényrobbanásra emlékszem a mentőkabinomban. Aztán a következő pillanatban már... Hagyjuk ezt most. Viszont egy sereg olyan emlék van a fejemben, amikről eddig nem is tudtam, pedig az én emlékező képességem... Elég legyen. Itt vergődünk az űrben egy szál megmaradt hajónkon. Egyelőre azt sem tudom, hol. Győzni győztünk ugyan, de zolgjaink mind oda vesztek. Ráérünk még az emlékeinkkel foglalkozni. Akkor sem adhatjuk fel. A küldetést, amiért elindultunk, teljesítenünk kell. Ha ketten, ha ketten. Zsülver, azaz Föld. Mondd ez magának valamit? Mi van vele? Bolygó a közvetlen közelünkben. Ugyanabban a galaktikában található, mint a Dexta. És a Színex. Máshol is lehetnénk. Az ősrobbanás szinte univerzumban hozzávetőleg 10 milliárdnyi galaktika van. Abban vannak a galaktika halmazok, azonban pedig a galaktikák. És a 10 milliárd galaktika közül abban az egyben, amelyhez a Színex és a Dexta, meg ez a bizonyos Föld nevű bolygó is tartozik, mint egy 100 millió olyan csillag van, ami körül bolygók keringenek. De haragudjon, ezt már minden színiskolában tanítják. Remélem tudja, mi ez. Számomra most az a legfontosabb, hogy ezt biztonságba helyezze. Különös tekintettel arra, hogy egy Drákwulf torpedó is van a hajójába fúródva. Remélem tud róla. A keresett bolygó a naprendszerhez tartozik, amely a galaxis magjától távol, a spirálkaruk egyikének peremén található. Központi csillaga a nap, minden szempontból átlagos. Sárga, törpe, nem túl forró és nyugodt. Az ilyen rendszerek sokáig élnek. Hosszabb ideig világítanak, mint a vörös túrjások, és nem tombolnak úgy, mint a fehér törpék. A napnak 9 bolygója van, ezek egy része gázokból álló óriás. Szilárd kéreggel csak a Föld típusú bolygók, a Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars rendelkeznek. A Föld a naptól számított harmadik bolygó, az egyetlen, amelynek felszínén csepp folyós halmazában botú víz található. Parancsok! Maga mindig végig csinálja, amit eltervezett? Még véletlenül sem fordulhat elő, hogy valami nagyon fontos dolog más irányba terelje a figyelmét? A Drákwulf torpedó miatt ne aggódjon. Teljesen beszorult a hajó szigetelő burkába, mozdulni sem bír. Amellett a teljes biztonságunk érdekében lokalizáltam is. És élet van rajta! A műszerek szerint igen. És tudod, hogy a Drákwulf ilyen veszedelmesek? Még az életük ellen is végrehajtják megsemmisítő programjukat! Ha tudják. Hát te mit keresel itt? Semmit, de tudom, hogy ma akarod megfogni Szingapur Joe-t. Csak nem képzelted, hogy engem ebből kihagyhatsz. Honnan tudod? Megéreztem. És anyu elengedett? Persze, kiírtam a frigóra, hogy Ákoshoz mentem. Hát mi van itt már? Nőnap, csajgyűlés, lánytábor? Mindenki itt van, csak az nem, akinek a legjobban kéne. Jó, Szabi azt üzeni, hogy sorry, de most nem tud jönni. Mi van? És ezt küldi. A Föld szilárd kérgének kialakulása évmilliókig tartott. Az ős atmoszférát még csillagközi gázelej, főként hidrogén és hélium alkotta.
de a bolygó tömegvonzása nem volt elég erős ahhoz, hogy visszatartsa ezeket a könnyű gázokat, így azok kiszöktek az űrbe. Az új jégkör kialakulásában az ősi föld vulkánjai játszották a főszerepet. A kicsapódó vízgőzből ős óceánok születtek. Víz. A vegyi folyamatok egyik legkedvezőbb közege. Heves szivatarok, hatalmas esőzések következtek. A lezúduló víz az óceánokba sodorta a kőzetekből kioldott sókat. Amikor földi időmérték szerint mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt a hőmérséklet tartósan 95 fokon süllyedt, az ős óceán vizeiben megjelentek a fehérje vegyületek. Fehérje vegyületek? Eldobnék mindent, csupán hogy érezd, áldott a végzet. Az életét mentette meg a haver, hogy legalább a kábelemet elküldte. Befejeznétek végre! Valamivel el kell ütnünk az időt, amíg a te kedves Szingapúrot kegyeskedik a gépéhez cammogni. Nem kötelező itt maradni. Tényleg nem. Csak akkor azt nem tudom, hogy ki fog itt tekerni, ha megint valami balhé lesz az áramban. Szabolcs meg sehol. Vállalnád? Ne ijeszgess. Gondolod, hogy szükség lesz rá? Múltkor egy alaszkai bulin ment rá az áramkimaradásra. Ráadásul csak ebben a házban nem volt áram. Körben mindenhol égtek a lámpák. Ramagy gányolás itt az egész villanyszerelés. Közben pedig egy fagyont húztak ki itt a fatár zsebéből. Jut is, marad is. Adnál egy kocsot abból az izéből? Teljesen kiszáradt a torkom. Nem adok, mert ez csak az enyém. Kösz, igazi tesó vagy. Te meg hova mész? A szabad ég alatt valahogy jobban szeretek unatkozni. Szólnál neki, hogy szíveskedjen működni? Muti? Te, ez bedöglött. Dexter, ide nézzem! Ezek életjelek parancsnok! Drakuf a fedőzeten. Még egy Drakuf. A kabin kikötő folyosóján. Maga engedte. Csak maga után jöhetett be, hogy nem vette észre? Megőrült, hiszen még azt sem tudom, hogy én hogy jutottam be ide. Mentettem az urnát meg a bőrömet. De ez a két fehér, ezek csak a mieink lehetek, nem? A mieink! Nézze meg, kik azok, és közölje velük, hogy megyek és kiszabadítom őket. Mégsem vagyunk egyedül. E260 a helyiség kódszáma. Tudja kezelni a belkomot? Ugyanolyan, mint maguk. Hogyan tudnám? Micsoda kérdés. Mieink nem szlek. És nem Dexek. És nem is Darakulfok. Ezek... Ezek... Dexter! Dexter! Parancsnok! Dexter! Mi ez a T-boy? Mi ez a krász? Ma este rán tör a Xenia láb. A semmi, a fekete ég, kibe gyullad, mind oda ég. Életre, halálra tombol a harc. Itt megkapsz mindent, amit nem akarsz. Mi ez a T-boy, mi ez a frász? Ma este rán tör.